Egy átlagos kedreggelen általános iskolás gyerekek szállnak le jókedvűen a buszról, és vonulnak be közösen a Budapesti Honvéd Sportegyesület Dózsa György úti központjába. Testnevelés órára érkeznek. Abba a kiválóan felszerelt létesítménybe, ahol általában a honvéd élsportolói koptatják a sportszereket és készülnek a versenyeikre. Ismerkedjünk meg közösen az Iskolám a Honvédban projekttel, amit a Budapesti Honvéd Sportegyesület 4 éve kezdeményezett, nagy sikerrel. Az Iskolám a Honvédban programnak a célja 4 évvel ezelőtt fogalmazódott meg, amikor jó pár olyan volt versenyző, élversenyző lépett be a Honvédnak a sport életében, edző életében, akikre az volt rábízva, hogy az utánpótlással foglalkozzunk, és ennek ürügyén, ahogy látogattuk az iskolákat, annyit láttunk, hogy az infrastruktúra nem nagyon engedi meg az mindennapos testnevelésnek a gyakorlását, és arra gondoltunk, hogy ha Honvédban van sok hely, akkor az iskoláknak miért ne segíthetnénk. Az iskolák nagyon nyitottak voltak, az akkori klikvezetésnek ezt a tervünket előadtuk, hogy segítsünk az iskoláknak, a testnevelés óráknak a lebonyolításában, és létrejött a program 2014-ben. Évente készítünk statisztikákat, hogy hány gyerek jár a Honvédba, hány gyerek vesz részt ebben a mindennapos testnevelésben. Legelső alkalommal 3 iskola, ha jól számoltam, 200-250 gyermek járt ide akkor, 2014-2015-ben. Következő évben már a kliknek a kérésére bevállaltunk még pluszban 5 iskolát a kerületből, és ezzel együtt a létszám felugrott 800 főre, akik ide járnak minden héten. Később ez a szám ez felment, most, ha jól emlékszem, 1160, most 1200 gyermek jár hozzánk a Honvédba mindennapos testnevelésre. 10 szakosztály, 20 edzője foglalkozik a gyerekekkel, minden sportágnak a saját sportági edzője tartja az órát, tehát szakosodott edzőkkel történnek ezek a foglalkozások, ezáltal egy picit nagyobb képet kapnak a gyerekek is, és akár a testnevelők, ha elkísérik a gyermekeket, hogy milyen oktatás folyik a Honvéd Sportegyesületében. Saját sportágában dolgozó edzők egy picit nagyobb habitussal és nagyobb rálátással tudják megtartani azokat az órákat, és olyan élményeket tudnak szerezni a gyermekek számára, amit a saját szakmai tapasztalatukból, illetve a saját sportolói múltjukból átragasztanak, és úgymond picit megfertőzik a gyermekeket a mozgás szeretetével. Jelenleg 10 darab szakosztállyal tudunk dolgozni, és egy nagyon érdekes dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani. A 10 szakosztály azért 10 szakosztály, mert mi úgy gondoljuk, hogy 6 és 10 éves kor között olyan szakosztályokkal szeretnénk dolgozni, akik egy nagyon nagy mozgáskultúrát, mozgásalapot tudnak biztosítani a gyerekeknek. Elsősorban mozgáskultúra, másosorban viszont a szülőknek egy olyan segítséget, nem kell elkapkodni a sportág választást, ráérnek ez alatt a 4 év alatt kipróbálni a 10 szakosztályt, 10 különböző sportágat, 10 különböző mozgásformát, és azt mondani 10 éves korban, hogy mi ezt javasoljuk, hogy ebbe az irányba azt gondoljuk, hogy a gyermeke tehetséges, vagy ebben a sportban el tudjuk képzelni az ő jövőjét. Számunkra az lenne a reális, hogyha a Honvédnak a híre ezáltal a kerületben még nagyobb népszerűségre tenne szert, nekünk az lenne a legnagyobb boldogság, hogyha minél több gyermek csatlakozna hozzánk a Honvédba. Nem kimondottan versenysport felé gondoltuk mi ezt a programot, hanem kicsit levenne a szülők válláról a terhet a sportolás szempontjából, és mi szeretnénk a közoktatás palettáján részt venni egy olyan szolgáltatással, ami a szülőknek jelenleg ingyenes. És a következő 2 évben még jobb kommunikációval, még profi munkával idehozni a szülőket is, és a gyerekeket is ezáltal.